A Komfortzónán túl címmel tartottak előadást a Matthias Corvinus kollégiumba. Bányai Sándor rendhagyó foglalkozása nem csupán előadás, bemutató, hanem az élménypedagógiai módszerének saját élményű kipróbálása is. Válasszuk ketté az élményszerű tanulást, amikor tananyaghoz, tantárgyhoz, tanórához kötődik az élmény, ami nagyon fontos, illetve az élménypedagógiát, ami pedig tulajdonképpen a mi szóhasználatunkban az élményszerű élményen keresztül, tapasztalaton keresztül ható nevelést jelenti. Az egyik tananyag, tanórai felhasználás, a másik tanórán kívüli a gyerekek mindennapi életében való fejlesztést jelent, szociális képességek, szociális kompetenciák fejlesztését jelenti ez a fajta élménypedagógia, amit a Kalandok és Álmok szakmai műhely képvisel. A workshop hétköznapi, olcsón beszerezhető fantáziadús és szellemes eszközökkel mutatja be a felhasználás lehetőségeit, a jégtörőjátékoktól a névtanulásig, a páros kommunikációs szituációktól a bizalomjátékokig és a kreatív probléma megoldásig. Ebben a játékos formátumban a kalapnak is fontos szerep jut. A kalap egy szerepet jelöl, egy olyan szerepet, amit facilitátornak nevezünk az élménypedagógiában. Én itt kettő szerepben vagyok jelen, kalap nélkül, mint egy felkért előadó, akinek az a dolga, hogy az élménypedagógiát bemutassa, hogy az élménypedagógiáról beszéljen, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekre választ adjon. Kalapban pedig, mint egy facilitátor, egy élménypedagógiai foglalkozás vezetője vagyok jelen, akinek az a dolga, hogy a résztvevők megéljék és megtapasztalják, hogy mi ez az élménypedagógia, a saját bőrükön érezzék meg, hogy mivel jár egy ilyen fajta foglalkozás. Ez a személyes élmény nyújthat motivációt a módszer gyerekek közötti kipróbálásához is, hiszen az életben szükséges komplex cselekvőképesség csak az életszerű helyzetekben történő tényleges cselekvés során fejlődhet. Bányai Sándor, mint mondja, ma már ennek a fajta tanítási módszernek a hagyományos állami keretek között is jut szerep. Természetesen összefér a rendszerrel, sőt, azt hiszem, hogy nagyon jól kiegészítik egymást ezek a rendszerek. A kettő nem képzelhető el egymás nélkül igazán hatékonyan. Összefér, és legnagyobb örömre egyre több pedagógus használja és hasznosítja is ezt a módszert. Az élménypedagógia számos eszközt használ a meséktől kezdve a szituációs játékokon át egészen a szerepjátékokig. Ez sokszor egy úgynevezett keretmesébe ültetik, melyben a feladatot a pedagógus ismerteti a szabályokkal és a célokkal együtt. Onnantól kezdve viszont a résztvevők akár egyénileg, akár párban, akár csoportosan közösen találják ki, milyen módon kívánják a feladatot a célnak megfelelően végrehajtani. A szakértő hozzátette, rengeteg mindent fejleszt a diákokban ez a módszer. Többek között a kommunikációt, a kooperációt, a probléma megoldó képességet, a konfliktuskezelést, a kreativitást, szóval mindent, amire szerinte a 21. században szükség van.